Üdvözlöm Önöket! A mai fél órában kiállításra látogatunk. Lesz rockszimfónia, méghozzá Magyar Kanizsán, és értékeljük a Deszkára fel elnevezésű, az amatőr színi csoportokat megtartó célzattal induló programot. Vörös Sándor egysorosait fiatal képzőművészek öntötték képekbe. Az apropót a költő születésének 100. évfordulója adta. Megtekinthetik és látogassanak el a Szabadkai Városi Könyvtár kiállító termében. Fejünkre tipró lábunk és mellünkön átnyúló kezünk. Dr. Enen soha többész. Vörös Sándor ezen egysorosait választotta, örökítette meg Szalma Gábor. Ez a Dr. Enen soha többész illusztráció. Elég szó szerint értelmeztem, mivel megjelennek az orvosi eszközök, a másik pedig a fejünkre tipró lábunk és mellünkön átnyúló kezünk. Először is a fejemben kell, hogy megfogalmazódjon, hogy körülbelül mit akarok, utána pedig jön a vázlatkészítés. Sokat el is dobtam, sok más is eszembe jutott, amit lerajzoltam, de nem tetszett, és végül ezek mellett döntöttem. Jégfésű, szélkristály, vizegő. Az egysorosok értelmezése, átérzése sokkal nehezebb és hosszabb folyamat, mint maga a festés. Ez egy hosszabb folyamat volt, tehát én onnan tekintem elkezdettnek magát az alkotást, hogy elolvastam, és utána ugye gondolkodtam rajtuk, szűkítettem a kört. Tehát ez egy ilyen hónapos, hát nem munka, de gondolkodás és alkotás volt számomra. Maga a festés volt talán a legkevesebb, amire egy időt fordítottam. Mondjuk a háromat egy hét alatt, így hogyha össze kellene számolni, akkor úgy összehoztam. Emma egyébként is elvonatkoztatott tájképeket szokott rajzolni, ezért is választotta ezeket az egysorosokat. Mind a három kép egy-egy tájképet is ábrázolhat akár, de szeretem így a nézőre rábízni, mert ugye mindenki mást lát bele, tehát a színek, formák mindenkinél máshogy állnak össze, így tudat alatt. Mert én, hogyha ránézek ezekre a képekre, akkor én egyértelműen tájakat látok, de hát ez az én saját látásmódom. És ezért is szeretem az ilyen absztrakt képeket, mert mindenkiben mást mozgatnak meg. A jelenlévőknek már gyerekkorukban kirajzolódott a művészet iránti érdeklődésük. Boros György grafikus művésznél kezdtem úgymond a szakmát. A népkörbe jártam hozzá rajzórákra, és aztán ilyen szakközépiskolát is választottam, valamint ugye aztán kerültem Szegedre a képi ábrázolásra. Tehát nálam ez már így régóta ott volt valahol mindig a művészet, képzőművészet iránti érdeklődés. De így igazából egyetem alatt körvonalozódott ki, így pontosabban, hogy igenis ezt én csinálni szeretném és fogom is. A holló megfestése mögött is több hetes felkészülés áll. Komoly anatómiai előtudás szükséges egy ilyen forma megrajzolásához, megfestéséhez. Több változata is volt ennek, de végül is ezt választottam, ezt a beállítást, mivel ez egy nem olyan konvencionális dolog, mintha profilból lenne teljesen, vagy akármilyen másik beállítás volna. Voltak-e vázlataid? Hány vázlatot sikerült megrajzolnod? Rengeteg volt. Voltak ilyen egész alakos lovas vázlataim, voltak, amik csak a fejét ábrázolták, illetve ezt az egy képet is, ez az egy vázlatot is több anyaggal, több anyagba is megcsináltam, de végül is ez mellett döntöttem.
A kiállításon azonban nem csak festmények és grafikus rajzok láthatók, az érdeklődők többek között megtekinthetik még a mezítlen, szűz, koporsó, mennyekbe vágtató prolibuszt is, melyek kollás technikával készültek. Az Egysoros képek című kiállítás megtekinthető a Városi Könyvtár kiállító termében, Szabadkán. És most vegyes műfaji kavalkád, népzene popos hangszerelésben, Motiva, Állam esett a szememre. Álom esett a szememre, hajnal vesse ki belőle. Ha a hajnal ki nem veti, kis angyalom kiöleli, kis angyalom kiöleli. Rózsaszerét ötvözték a klasszikus zenével Magyar Kanizsán. A vendégek Nagy Kanizsáról érkeztek, volt rockzenekar, vegyeskar és egy ifjúsági vonószenekar is fellépett. Thinking of deep seas, ready to win, and I'm hunting that boy.
amennyiben azt mondjuk, hogy a Loud and Black nagykanizsai rockzenekar Metallica, Scorpions, AC/DC, Guns N' Roses, Cranberries, Beatles és más ismert együttesek, valamint saját számait játszotta a színpadon, a fiatalokon kívül talán senki sem figyel fel a témára. Ám ha hozzáteszik, hogy az együttes koncertjében aktív közreműködést vállalt Magyar Kanizsa testvérvárosa, Nagy Kanizsa ifjúsági vonószenekara és a Nagy Kanizsai Városi Vegyeskar is, nyilván az idősebbek és a komoly zenekedvelői is felkapják fejüket. A Rock Szimfónia című nem mindennapi összeállítás minden korosztály tetszését elnyerte, a közönség hatalmas vastagsal köszönte meg a testvérvárosi művészek páratlan produkcióját. Rengeteget készültünk rá, Hajdú Sándor úr írta a szimfonikus részét a saját, illetve feldolgozás számainkra. Hát több hónapot készültünk erre, már egyszer ezt előadtuk otthon Nagykanizsán, a otthoni művelősi központban. Hát aztán fél évet is próbáltunk előtte rá, heti egy próbával már sűjtettük, de igen, tehát rengeteg próba van emögött. Természetesen mindenki járja maga útját, de hogyha ez sikeres lesz itt is, és reméljük máshol is még, akkor mindenképpen szeretnénk folytatni, mert úgy gondoljuk, hogy elég egyedi. Jakobovics Árpád, a vonószenekar vezetője, adai származású. A 90-es évek vérzivatarai elől ment Magyarországra, és némi nyugati kiluccanás után Nagykanizsán telepedett le és alapított családot. Ma az ifjúsági vonószenekar vezetője. Összejöttünk, és akkor végül is kialakult, hogy ez lett belőle. Ahogyan a kisfilmben is ugye megjelent ez a dolog, tehát gyakorlatilag, de hát örülünk ennek így. Idősebbek is, tulajdonképpen, aki most 40 éves, az 70-es években volt fiatal, közel áll hozzá ez a műfaj, még mindig. Az estről távozó közönség arcán látni lehetett az elégedettséget, azt a kellemes meglepetést, amit a két műfaj három művelője okozott nekik Magyar Kanizsán. Annyira tetszett, csak azt tudom mondani, hogy minden hónapban legalább egy ilyet szerveznek be a kedves szervezők. Egy ilyen stílusú műfajt. Keveseknek adatik meg a művész világban, hogy egy olyan ikonikus figurát láthassanak vendégül koncertjükön, mint például Aldi Meola. A szegedi születésű Tóth Bagi Csaba következik. Thank you.
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet együtt indított egy képzési programot, 2013. januárjától indult el, méghozzá az amatőr színjátszók csoportvezetői számára, és a képzésnek ez a fele lezárult. A vendégem Rafai Ágnes. Szia, Andrea! Üdvözöllek! Tehát ez egy 2 éves programnak az első fele, amit most befejeztetek, és a színjátszó csoport vezetőkre koncentráltatok, kik jelentkeztek, és voltak-e már előtte elképzeléseitek, hogy kik azok az emberek, akiket mindenképpen megszólítatok? Igen, valóban színjátszó csoport vezetőket akartunk képezni, és olyan embereknek a jelentkezését vártuk, akik vagy már foglalkoznak csoportvezetéssel, és jelenleg is van egy aktív csoportjuk, vagy valaha foglalkoztok csoportvezetéssel, csak valami miatt egyszerűen abban maradt a dolog, kifáradtak, elfogyott a lendület, nem volt már több anyaguk, ez is megtörténik, vagy nagyon sok olyan lelkes, főleg pedagógus van, aki szeretne saját színjátszó csoportot indítani, vagy akár a saját osztályán belül szeretne előadásokat létrehozni, de nem tud, hogy neki fogni a dolognak. Tehát olyanokat vártunk, akiknek vagy már van tapasztalata, vagy teljesen tapasztalatlanok, teljesen újak, és próbáltuk mindenkinek a biztonságos alapokat megadni. De most már lehet summázni, hiszen véget ért most már ez a 1,5 éves képzési Igen. program. Hányan jelentkeztek, hol tartottátok ezeket a képzéseket? A képzések 3 helyszínen folytak, Szabadkán, Újvidéken és Nagybecskereken. Minden a 3 helyszínen ugyanaz a program volt előlátva, tehát ugyanazt tanulták, ugyanazok az emberek. Miért ez a három helyszín? Mert úgy éreztük, hogy ide el tud jutni mindenki, akit valami érdekel. Tehát nem találunk Vajdaságban olyan pontot, ahonnan nagyon-nagyon sokat kellene utazni. Ezek nagy, megközelíthető helyek, és nem utolsó sorban az is egy fontos támpont volt, hogy például Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban, Újvidéken pedig az Újvidéki Színházban tarthattuk meg a képzéseket, és sokaknak nagyon nagy élmény az, hogy bemehetnek a színházba, és ők lépnek most fel a deszkákra. Tehát deszkákra fel, ott tanulhattak, ahol eddig a színészeket látták. Hányan jöttek össze? Hányan érdeklődtek? Összesen 53-an fejezték be a képzést. Ez egy szép szám. Igen, igen. És azt tapasztaltuk, hogy hát 20 körüli az ideális arány, illetve hát a maximális szám, ahol amennyi jelentkező tulajdonképpen fogadni tudunk, mert hogyha nagyon-nagyon sokan vannak, akkor már nincs mindenkinek ideje kipróbálni egy-egy gyakorlatot, akkor úgy Mert ugye ez elveszik. Csoportfoglalkozás, így kell érteni? Igen, igen, ez egy csoportfoglalkozás. Ez 8 hétvégét vett igénybe minden helyszínen. Ez egy 60 órás képzés volt helyszínenként, és úgy kellett elképzelni, hogy reggel 9-től délután 5-6 óráig, tehát tényleg egész nap egy rövid ebédszünettel, kávészünettel együtt voltak a csoporttagok és az éppen aktuális oktató. Volt, hogy egy oktató tartott egész nap képzést, volt, hogy több oktató váltotta egymást, attól függ, hogy hogy alakítottuk az aznapi programot. Tehát egy idő után tényleg csapat lett azokból az emberekből is, akik teljesen idegenként érkeztek meg a képzésre. Nem utolsó sorban, ugye megismerik egymást, mert hogy azt a célt is szolgálja, gondolom, hogy amúbbaszerűen egymás kezét megfogva aztán kapcsolódjanak pontosan, ezek az emberek. Pontosan. Ez a nagyon-nagyon jó ebben a képzésben, hogy amit tanítani akarunk, mert ahhoz, hogy egy közösség jól működjön, ahhoz kell egy vezető. De mit tanítottatok? Egyértelmű. Tehát, hogy milyen egy jó csoport, tehát mit lehetett nekik megtanítani? Hát ez a kérdés, hogy milyen egy jó csoportvezető. Mindenképpen mind a 3 helyszínen élménypedagógiával kezdtük. Besnyi Szabolcs, aki élménypedagógus és tréner, ő nagyon profi ezekben a dolgokban. Olyan játékokat, olyan gyakorlatokat mutatott neki, amiket mind-mind saját bőrükön tapasztaltak meg először. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem elméleti tudás, hanem tapasztalás útján szerezték meg ezt a tudást. Saját bőrükön megtapasztalták azt, hogy milyen az, hogy teljesen idegen emberekkel kell közösen megoldani egy feladatot. Csapatokba osztanak bennünket, és most valami hajt bennünket, hogy a mi csapatunk legyen a legjobb. Amikor végigmentek az első 2 képzési napon, akkor valahogy már a szünetben nem a mobiltelefonokhoz nyúlt mindenki, nem bukráztak szanaszét az udvarba, hanem már elkezdtek közös dolgokról, közös élményekről, közös problémákról beszélni. És ezt bátran kijelenthetem, hogy mind a 3 helyszínen úgy zártuk a képzést, hogy tényleg megszerették egymást az emberek, nagyon jó barátságok alakultak ki, és már vannak szakmai együttműködések, cserék, elhívtak rendezni valakit, esetleg vendégszínészként elhívják egymást.
Tehát ugye ez is nagyon-nagyon fontos. Támaszkodhatnak egymásra, tapasztalatot cserélnek, szöveget cserélnek. Amúgy pedig ez nem kevés pénz, gondolom én, ennyi helyszínen, ennyi ember. Ki támogatta ezt? A Magyar Nemzeti Tanács támogatta ezt a képzést, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen enélkül nem valósulhatott volna meg, mert természetesen az oktatóknak is van tiszteletdíja, de ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a résztvevőknek az úti költségét is tudtuk így biztosítani, hiszen hogyha a bánáti képzést nézzük, ott nagyon nagy távolságokról van szó. Úgy folyik, ahogy a nagykönyvben megvan írva egy ilyen képzéskor. Ez az első fele, a második felében zárásképpen mind gondolkodtok? A második fele jövő évben, januárban indul, marad a három helyszín, Szabadka, Újvidék és Nagybecskerek, és az amatőr rendezőknek próbálunk támpontot nyújtani, adni, képezni őket a legjobb hazai szakemberek segítségével, hogy aztán az amatőr rendezők is új lendületet kaphassanak. Hol jelentkezhetnek ezek a rendezni vágyó emberkék? A felhívás természetesen meg fog jelenni minden vajdasági sajtóban, és idén is, ahogyan tettük, jövőre és mindenkit körbe fogunk telefonálni, iskolákat, óvodákat, művelődési egyesületeket, és természetesen a korábbi deszkásokat is. Akkor ott leszünk mi is a kamerával. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm én is. Ebben az évben még egyszer várjuk Önöket ide a tévé elé, ide a vitrásba. Viszontlátásra!